Sziasztok, molyok! Szinti vagyok, és a mai videómban Szántó Dániel az Egypap vallomása kötetéről fogok mesélni nektek. Először is szeretném megköszönni az Alexandra kiadónak és Szántó Dánielnek, hogy kaphattam belőle egy recenziós példányt. Hatalmas élmény volt számomra ez a kötet. Kezdeném ott az értékelésemet, hogy én ezt a könyvet 3 vagy talán 4 nap alatt kipörgettem, aminek igazániból az volt az oka, hogy nem volt időm olvasni. Tehát ha lett volna időm olvasni, szerintem 2 nap alatt kiolvasom, mert annyira visszatörténet, annyira izgalmas, annyira fordulatos, annyira beszippant, hogy egyszerűen képtelens így letenni, és egy ilyen vastag kötetet szerintem eléggé ritka az, hogy 2 nap alatt így be lehet fejezni, de ennél a kötetnél abszolút igaz, mert azt éreztem, amikor nem olvastam is, hogy magába szippan. Tehát, hogyha ezt azért mondtam most így rögtön a videó elején, mert ha esetleg valaki fél a vastag könyvektől, vagy éppen azért nem meri a kezébe venni ezt a kötetet, mert ilyen vastag, akkor megnyugtatlak, mert annyira jó a történet, és annyira visz magába, hogy nem fogod észrevenni, hogy egy 520 oldalas kötetről van szó. Azt már tudhatjátok, hogy én a krimit, mint műfajt szeretem, viszont ez kicsit azért más volt, nem egy Agatha Christie, nem egy... Tehát ehhez hasonlót még nem nagyon olvastam, kicsit ilyen thrillerbe áthajló már az egész. Történetünk ott kezdődik, hogy Mihály atya bemegy a rendőrségre, és egyedül Budai Viktor az, akivel hajlandó beszélni. Meg is kapja ezt a lehetőséget, és egy olyan dolgot vall be, amire még Budai Viktor egyáltalán nem is számított. Mégpedig az, hogy 2 embert élve eltemetett, egy felszentelt, Istennek tetsző életet élő papot, illetve egy olyan lányt, egy olyan fiatal lányt, aki a társadalom számára már nem igazán hasznos, kicsit ilyen rossz lánynak, hát igazániból a pap szerint a vallási értelemben vett rossz példa, és igazániból azt vallja be Horváth Mihály atya, hogy mind a kettőket eltemette élve, viszont biztosított nekik levegőt, ételt és italt, viszont 1 hét az, amit így ki tudnak húzni életben maradva a koporsóban, és azt a feladatot adja igazániból a rendőrségnek, hogy találjátok meg őket. És igazániból az egész egy ilyen beteg kísérlet is, mondjuk úgy, mivel a pap azt gondolja, hogy ha a papot találják meg, akkor a mindenható létezik és jó. Ha a lányt találják meg, akkor is létezik, viszont akkor egy hamis illúziót kergetett eddig. Ha pedig mind a ketten meghalnak, és nem találja meg őket a rendőrség, akkor nem létezik. És igazándiból ez egy eléggé kényes téma is ilyen szinten, így a vallás terén, viszont még most leszögezném azt, hogy én személy szerint vallásos vagyok, és semmi olyan nincs a történetben, ami vallásosként rosszul érintett volna. Voltak részek, amiket picit így át kellett magamba konvertálni, de nem kell, tehát a könyv nem fog áttéríteni, a könyv nem győz meg egyik álláspontról sem. Igazándiból maga a történet lényege az, hogy elindul ez a krimiszális, hogy melyik őjüket fogja megtalálni, és hogy ez a pap miért tette ezt, miért ábrándult ki ebből az ideálból. Röviden tényleg ennyi a történet, most akkor beszéljünk egy picit a karakterekről. Főszereplőnk Budai Viktor, aki a kiemelt ügyeket felderítő ügyosztály vezetője, úgymond. Ő egy igazi zseni, és hát imádtam ezt a pasit. Ő nagyon tetszett az ő karakterében, hogy a nyomozásban ő hogy vesz részt, és nagyon, tehát tényleg egy zseni, én azt kell, hogy mondjam, kitűnő nyomozó, és nagyon hálás vagyok az írónak, hogy nem csak azt láttuk, hogy a nyomozás során hogy viselkedik meg úgy, tehát hogy csak azt az életét, amikor nyomoz és rendőrként dolgozik, hanem azt is, hogy neki mi zajlott le a lelkébe, ő miért olyan, amilyen, és igazániból sok háttérinformációt is megtudtunk róla, amiért nagyon hálás vagyok, mert így még közelebb jött hozzám ez a szereplő, még jobban megszerettem, és igazániból nagyon erős férfi karakternek gondolom én Budai Viktor személyét. Aztán itt van nekünk Losonci Barbara, aki a Nemzeti Nyomozó Iroda élén áll. Ő igazániból egy ilyen munkamániás, számomra unszimpatikus nő, aki az vele együtt dolgozó férfiaknak ilyen megfelelési kényszert mutat.
ő egyedüli nő abba a csapatba, és minden férfian meg akarja mutatni, hogy a nőként is mennyi mindent el tud érni. Számomra a nő karaktere egyáltalán nem volt szerethető, kimondottan utáltam őt. És amikor ő, ahogy viselkedett Viktorral, hát az... fú, utáltam érte. Viktor csapatába megismerjük még Zsófit és Botondot. Ők alkotnak igazániból ilyen barátok is, meg ugye a nyomozó csapatnak, illetve van Barbara és az ő csapata, róluk most hogy többet nem beszélnék, de az a lényeg, hogy ez a két nyomozó iroda úgymond ellentétben van egymással, viszont ez a mostani ügy arra kényszeríti őket, hogy együtt dolgozzanak. Hát ez nem lesz egyszerű, ez már előre látható. Viszont izgalmas volt, szerettem ezt a dolgot benne, de ettől függetlenül Barbarát nem tudom elviselni. Aztán ugye az előbb említett Mihály atya, aki el fog menni ugye Budai Viktorhoz, hogy ő az, aki úgymond ezt az egész kísérletet mondjuk így kitalálta és megvalósította. Egy nagyon beteg ember, egy pszichopata szerintem. És érdekes volt az is az ő részéről, hogy hogyan ábrándult ki ebből az ideából, és hogy most miért próbálja ezt a kísérlettel bebizonyítani, hogy most létezik vagy nem létezik, vagy mi van itten egyébként, vagy most mi történt. Nagyon beteg ez az ember, viszont tetszett egyébként az ő karaktere, tehát érdekes volt. Egy pszichopata. Azért nem találkoznék vele, hogyha egy mód van rá. Akit még meg kell említenem, az Novák Kristóf, aki nagyon népszerű és nézett youtuber a könyvben, és igazániból ilyen kritikus hangvételű politikai videókat készít, és hát rengetegen nézik a videóit, és ő is belekerül ebbe a játszmába. A pap őt is úgy bevonja valamilyen szinten, de róla többet nem mondok. Érdekes volt a karaktere, de nem szerettem igazániból. Érdekes volt, de meg kellett a történetben nyilván, viszont nekem kicsit olyan gerinctelen, gyáva volt az ő karaktere, és kicsit olyan polgárpukkasztó kis, nem tudom, nem volt szimpatikus számomra ő. Igazániból akiket szerettem, az Budai Viktor volt, Botond, illetve Zsófi. A többieket igazániból nem szerettem, viszont minden karakternek megvolt az oka, hogy miért van, és miért olyan, amilyen. Tehát nem, ennek a kötetnek igazániból nem feltétlenül az a lényege, hogy kötődjünk karakterekhez, de Budai Viktor karakterét például nagyon szerettem, Barbát még nagyon utáltam, szóval ezt a széles spektrumú karakterábrázást, ezt imádtam. És szerettem tényleg, hogy ennyiféle fajta emberi karaktert ismerhetünk meg, akik igazániból esendőek, van emberi oldaluk, nem ilyen papírmasé, amit így régen blogon mondtam mindig, hogy papírmasé karakterek, itt nem erről van szó, itt tényleg hétköznapi problémákkal küzdünk, és tényleg olyan szürke emberek, mondjuk így, aki hétköznapiak, de valós személyek. Na és akkor picit még beszélnék arról, hogy igazániból, mint vallásosként, hogyan érintett a vallás, mint téma. Igazániból már, hogy előbb is említettem, nincs benne térítés, nincs benne semmi olyan dolog, ami tehát nem mondja ki azt a könyv, hogy létezik, vagy nem létezik, vagy te ezt hitt, te azt hitt, nem. Vannak részek benne, amikor picit át kell magadba konvertálnod, hogy most ez hogy, mint, de nem fog vallásosként neked ez lelki traumát okozni. Nem fog rossz gondolatokat ébreszteni benned, nem fog semmi történni. Igazániból tényleg vallásos vagyok, viszont azt gondolom, hogy a könyv az könyv, és attól függetlenül, hogy a vallásnak fontos szerepe van benne, meg ez nyilván egy fontos motivuma, fontos gondolata a regénynek, nem ez a lényeg. Ha vallásos vagy, és nyugodtan olvasd el, mert semmi olyat nem fogsz benne találni, ami nálad kiveri a biztosítékot. Ha így van, akkor lehet, hogy te erre érzékenyebb vagy, én nem éreztem ezt benne, szerintem abszolút korrektül és jól megoldotta ezt a fajta nézetet az író. Fontos információ, hogyha el szeretnéd olvasni a regényt, hogy vannak benne olyan durva, néha már undorító, bizarrabb jelenetek, leírások, ami picit gyomorforgató, picit undorító, de nem vészes, szóval, hogyha nem bírod az éneket, akkor erre készülj fel magad lelkileg. Nem sok van benne, de azért valljuk be, csak két embert eltemetnek élve, azért ez a része eléggé durván benne van a regénybe. Illetve vannak még itt a patkányokkal kapcsolatosan is érdekességek, amitől engem kirázott a hideg, borzasztó volt, de úgy imádtam, szóval
erre figyeljetek oda, hogyha olvassátok, akkor szerintem 16 fölött érdemes vele próbálkozni. A kötet szempontjából még két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy nagyon erős a képi világa, tehát én vizuális típus vagyok, és mindent gyönyörűen szépen láttam, és tényleg nagyon képiesen ír a szerző. A mozimban már rögtön láttam a jeleneteket, a mindent, a szagokat, tehát nagyon sok mindent jól tényleg meg tud jeleníteni a regény, és ez nagyon jó volt, nagyon szerettem benne. A másik pedig a kötet fogvatartó képessége, mondjuk így, nem tudom, van-e ilyen kifejezés, mindegy, most már van, tehát fogvatartó képességű könyvek. Ez alatt azt értem, hogy amikor elkezded olvasni a regényt, akkor rögtön beszippant, érdekel minden, olyan fordulatos, cselekményes és annyira magával ragadó maga az írás stílus is, hogy nem akarod letenni. Tehát, hogyha például leteszed a regényt, akkor is valahogy így bemászik a bőröd alá, és érzed, hogy neked ezt olvasnod kell, és motoszkál a fejedbe, hogy most olyan mi fog történni, mi fog kiderülni, ki fog meghalni, ki nem fog meghalni, megint mit talált ki, a mi hájatja, mi lesz ennek a vége, lehet-e ennek jó megoldása, jó végkifejlet, már előre sirattam némely karaktereinket, szóval nagyon érdekes ennek a pszichológiája a regénynek. Szerintem ritkaság számban megy, hogy egy ilyen vastag kötet ilyen sokáig fent tudja tartani az érdeklődést és beszippantja az olvasót. Azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez csak gratulálni tudok a szerzőnek, én imádtam, és szerintem egy igazán különleges és jó regényt kaphattunk Szántó Dánieltől. Én büszkén mondom, hogy van nagyon jó magyar krimi regényírónk, Szántó Dániát, hogyha szeretnétek magyar krimit olvasni, akkor csak ajánlani tudom, mert tényleg nagyon jó minden, amiket elmondtam ezek alapján, szerintem már el tudjátok dönteni, hogy ez a könyv nektek való-e vagy sem, de hogyha magyar szerzőtől akartok olvasni és krimit, akkor Szántó Dániát csak ajánlani tudom nektek. Még így a videó végén azt megemlíteném, hogy Andival és Levivel készített egy közös live videót a szerző, aminek a linkjét majd lent hagyom az infoboxban, nézzétek meg, nagyon érdekes dolgokat mondtak a kötetről, meg kicsit úgy belelátunk, hogy hogyan is alakult a történet, hogyan jött az ötlet a szerzőnek, illetve Szántó Dániel csinált egy olyan videót, amit, hát én amikor befejeztem a regényt, akkor megnéztem. A videóban Szántó Dániel, hogy nagyon jól meg tudja mutatni nekünk, hogy milyen ez, amikor élve eltemetnek. Egy órára bezáratta magát egy koporsóba, hogy ő miket érez, mi az, ami nehézség, és hogy még hitelesebben tudja ezt leírni regényformájában. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy engem a hideg rázott, tehát erős idegzetőeknek ajánlom, viszont minden elismerésem a szerzőnek, én ilyet nem mertem volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat, remélem tetszett, és meghoztam a kedveteket ahhoz, hogy Szántó Dániel legújabb kötetét elolvassátok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat, ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni lent a csatornára. Találkozunk a legközelebbi videómban is, sziasztok!